Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Lénárd Rita, a Mokkal elnöke. Kezdi csokolom, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Világszerte valamiért a politikusok úgy döntöttek, hogy egy kicsit engednek a szoros otthonlétből, de ugyanakkor továbbra is megkövetelik a maszkot, megkövetelik a 2 méter fizikai távolságtartást. Vajon ez az optimizmus orvosilag elfogadható-e, és mik lehetnek ennek a következményei? Hát ez csak részben optimizmus, én azt gondolom, hanem a gazdaság újraindítása az egy nagyon szorongató kérdés mindenütt a világon. Úgyhogy mi is nyitni fogunk, ahogy ezt megtudhattuk tegnap, május 4-től ugye vidéken komoly feloldásai lesznek az eddigi korlátozásoknak. Budapest és Pest megye marad korlátozott, de sok szempontból maga az egészségügy is újraindul. Ami nagyon fontos, mert azok a betegek, akik nem vírusfertőzöttek, azok nagyon nehezen jutottak így ellátáshoz. Na de hogyha valaki be akar menni egy kórházba, aki nem vírusfertőzött, hanem mit tudom én, reumatikus problémái vannak, vagy vérvizsgálatra kell menjen, akkor egy procedúrán kell majd keresztül menjen, lázmérésen, vagy valami gyors teszten, hogy nem hord, éppen aznap nincs nála semmiféle vírus. Megindulnak-e az előre és későbbre halasztott műtétek, szerteágazó gyógyítás beindul-e, vagy az is csak lépcsőzetesen? Lépcsőzetesen lassan. Tehát első körben az egynapos sebészet az, ami beindul. Igen, de mi történik azokkal a betegekkel, aki bekerül egy egynapi sebészetre, és abban a kórházban vannak esetleg vírusfertőzött betegek is? Van-e egy olyan splendid isolation, egy olyan szétválasztás, mint a régi kórházi épületekben, ahol a fertőzöttek pavilonszerűen valahol máshol voltak, és mennyire lehet őket megvédeni attól, hogy az ugyanabban a kórházban életükért küzdő vírusfertőzöttek ne fertőződjenek át? Tehát a nővérek, beteghordók a cipőjükön, vagy a rosszul bekötött airconditionön ne hozzák át a vírusokat? Nagyon erős szétválasztás van, tehát fizikai szétválasztás is, és ezt fenn is tartják. Valamint nagyon szoros szabályok között működnek. Elnézést, muszáj vagyok inni egy kortyot. Tessék egy kortyot inni. Csánatot kéne. Addig én elmondom, hogy Lénárd Ritával beszélgetünk, a Mokkal elnökével, és kérdéseim tulajdonképpen, kérdéseimet arra sorakoztatom föl, hogy mi történik most, hogy kezdjük meg a hetet, azután, hogy a karanténból részben ki vagyunk engedve, és hogy vajon az otthon karanténban lévők, akiknek egyéb betegségei vannak, hogy tudnak majd kijönni a megadott időben, és hogy tudnak újból olyan ellátást kapni. Arról nem is beszélve, hogy azt a kérdést is fölteszem, hogy például a házi gyermekorvosok mind általában az átlag életkoruk jóval magasabb, mint más orvosoknak, hogy honnét lesz utánpótlás, nem beszélve a házi orvosokról, akiknek átlag életkora is elég magas, tehát honnét fogjuk pótolni őket. Addig, ameddig elment és hozott magának egy pohár vizet, feltettem előre, hogy milyen kérdésekről fogom kérdezni. Mi történik az orvostársadalommal, aki nem szeretek ilyen kifejezést használni, főleg nem, hogyha egy doktornővel beszélgetek, hogy hát idősödik, tehát valamit tenni kéne az átlag életkor csökkentésért. Milyen megoldások vannak erre? Hát pillanatilag az az első megoldás, hogy aki önmaga önkéntesen vállalja, az visszamehet a betegellátásba. Mást nem tudunk tenni, mint azt, hogy védjük az itthon dolgozókat, tehát hogy olyan körülményeket alakítunk ki, hogy ne akarjanak elmenni. Nincs jó hírem, mert azt tapasztaljuk olyan visszajelzéseket, hogy a jelenlegi bonyolult helyzet miatt nagyon sokan rosszul érzik magukat a rendszerben, és félő, hogy a járvány lezajlása után elhagyják az egészségügyet. Oly,
Ön pedig pozitív dolgokat szokott nyilatkozni, és ez most nem tűnik nagyon pozitívnak. Mi történik ugyanez a helyzet a gyermekorvosoknál is? Mert ő náluk összevont praxisok vannak, és hát például, hogyha én ma még kisgyerekekkel rendelkező szülő lennék, biztos nem szeretnék egy olyan körzethez tartozni, ahol 2-3 körzet maximum ügyeletet tud tartani. Milyen megoldásokat tud ajánlani a MOKKER? Nem nagyon tudunk megoldásokat. A házi orvosok, mindegyik házi orvos, tehát a felnőtt házi orvosok is az idősebb generációhoz tartoznak, több mint 60%-uk 60 év fölött van. A gyerekorvosok pedig mély idősebbek. Tehát az összevonások azok, amik működnek, illetve esetleg a vegyes praxisok. De egyik sem jó megoldás, ebben igaza van. Nagyon féltjük a gyerekgyógyászati ellátást. Azok az orvosok, akik a kórházakban dolgoznak, ha én jól látom, és nem nincs eléggé nagy rálátásom, de úgy tűnik, hogy őket már nem lehet bevonni a munkába, hisz ott túlóráznak iszonyú mennyiséget. Így van, aki kórházban dolgozik, az körzetet mellette nem tud vinni, tehát ez nem megoldás. Regionálisan lehet nagyobb centrumokat szervezni, az lehet egy megoldás. A környező országok végzős orvostan hallgatóiból van-e remény arra, hogy ne tőlünk csábítsanak, hanem mi csábítsunk el végzősöket? Egészen biztosan nincs. A környező országokban a legrosszabb bérhelyzet az Magyarországon van. Tehát minket Románia is megelőzött, nem kicsit. Most a járvány alatt a Magyar Orvosi Kamara kérte, hogy függesszük fel a bértárgyalásokat, hiszen most más dolgunk van, le kell küzdenünk a járvány. De ahogy az egészségügy beindul, ahogy a gazdaság beindul, még a költségvetés lezárása előtt újra kell indítani a bértárgyalásokat. Ez nem maradhat el. Ha ez elmarad, akkor ebben az elkeseredett helyzetben a kollégáink egészen biztosan el fognak menni Magyarországról, vagy ha nem tudnak még az országból kilépni, akkor el fogják hagyni az egészségügyet, vagy a magánegészségügyet választják. Hát ez nem túl optimistán hangzik. Azt mondja meg nekem, hogy az orvosi kamara, aki, ha jól értettem, azt mondta az elnök úr is, és ön is, hogy önök nem politizálnak, hanem proper az egészségügy, a szakma érdekli önöket. Mint szakma, elképzelhető, hogy a további átoltottság jobban megvéd minket, és vissza kell térni a kötelező oltásokhoz, és ha megjön majd erre a vírusra is a megfelelő válasz, és így tudunk harcolni ellene, vagy hogyha elmennek, akkor kik fognak, a védőnök fognak beoltani minket? Hát az oltások megoldhatóak azért, de tulajdonképpen, amit mond, az nagyon fontos. Tehát Magyarországon az átoltottság, az oltási rendszer, az nagyon-nagyon jó rendszer. Fura módon ez még a szocializmusban kezdődött, és ez sikerült végigvinni. A legutóbbi időkig, amikor ezek az oltás ellenes mozgalmak elkezdődtek, ez tökéletesen működött. Valószínűleg ez a járvány, ha valami haszna egyáltalán lesz, az a gondolkodás megváltozása, tehát nyilván az oltás ellenesek is háttérbe szorulnak ennek a járványnak a lezajlása után. Nem ez lesz a gond. Nagyon-nagyon új helyzet van. Tehát amikor elkezdődött ez az egész, akkor kórházakat átalakítottak. Az első vonalbeli, másodvonalbeli járványkórházaknak. Nagyon sok olyan kórház, mondhatok egy példát, Ajka, ahol mindenféle ellátás volt, többek között traumatológia is, az egész kórház egy járványkórház lett. Ezeknek a visszaalakítása, a újra kialakítása a működő egészségügyi rendszernek, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. Nagyon óvatosan, nagyon lassan kell újraindítani, és nagyon megfontoltan. És egy nagyon lényeges kérdés most, hogy amiről mindig beszéltünk, hogy reform kell az egészségügyben, vajon most ezt a helyzetet felhasználjuk-e? Azt szokták mondani, hogy minden nagyobb tragédia, vagy nagyobb baj, vagy probléma kínál egy lehetőséget, egy újrakezdésre. És ez, ha úgy vesszük, az egészségügyben is most így van. Tehát lehetne egy olyan rendszer átalakítást elkezdeni, amelyik jobb irányba viszi a rendszert.
Az előbb kérdezte, hogy hogyan lehet az orvos létszámon segíteni. Ez például segítene. Utolsó kérdésem mára. Azt mondja, hogy én mondom, hogy egy új világ néz ránk. Azt mondom, hogy mi eléggé betegek vagyunk, betegebbek, mint az átlag országok lakói. Vajon van-e elég erő az orvostársadalomba, hogy megpróbáljanak bevezetni egy megelőző aktust, hogy ne legyünk túlsúlyosak, hogy ne legyünk cukrosak, ne legyen magas a vérnyomásunk. Tehát egy egészséges életmóddal megpróbálni rávezetni a feltörekvő társadalmat, tehát a fiatalokat és a középkorúakat, hogy ne legyenek kitéve mindenféle egyéb betegségeknek, és így jobban túl tudják élni az orvoshiányt, meg mindent. Ez nagyon fontos lenne, tehát valahol már az iskola elején el kellene kezdeni az egészségnevelést, és azt gondolom, hogy meg kell fogalmazni ma már egy elvárásként, hogy az orvos és a beteg kapcsolata egy partneri kapcsolat legyen, és ebben az is beletartozik, hogy az egyénnek felelőssége van a saját egészségéért. Ez nagyon fontos szempont, amit mond. Tehát akkor, amikor elmegyek önhöz és panaszkodok, hogy itt fáj, ott fáj, akkor megkérdezhesse tőlem, hogy na drága betegem, és mit tett ön azért, hogy ne legyen cukros, ne legyen magas a vérnyomása, és ne legyen 30 kilóval az ajánlott súly fölött. Lehet, hogy meg fog mosolyogni, de amikor hozzám egy beteg jön panaszkodni, hogy ő hízik, pedig ő mozog és nem eszik sokat, akkor egyetlen egy kérdést szoktam feltenni, harmadikon rendeltem, most már egy hónapja nem rendelek, mert abba hagytam, de egyetlen egy kérdést szoktam feltenni, hogy mondja meg, kedves, lifttel jött vagy gyalog? Hát ahol van lift, természetesen lifter. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és itt folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Lénárd Rita, egy működő orvos, a MOK alelnöke volt stúdiónk vendége. Bízunk benne, hogy ahogy vége lesz a járványnak, visszatér nem csak az egészségpolitikához, hanem az embermentéshez és gyógyításhoz is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, a viszontlátásra. Köszönöm, én is, viszontlátásra. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk.